Újvidék a mai napon ünnepli 272. születésnapját. Az Újvidéki Városi Képviselőtestület bizottsága a februári díjat idén a súlyos betegségben szenvedő gyermekek szüleit tömörítő Nurdor Egyesületnek ítélte oda. A februári díj olyan társadalmi elismerés, amelyet azok az újvidékiek kapnak, akik a legtöbbet tettek a város szabad szellemű hagyományainak és polgári egységének ápolásáért. Jolánt korora 16 éve kezdte meg önkéntes munkáját a Nurdor Egyesületben, amikor kisfiánál rákos megbetegedést diagnosztizáltak. Azóta is nap mint nap olyan gyerekekkel foglalkozik, akik segítségre szorulnak. Elmondása szerint a küzdelem mindig megtérül. Erről tanúskodik például az Egyesület által létrehozott több mint 100 rehabilitációs tábor a kigyógyított gyermekek számára, vagy épp az öt szülői ház. Kiemelte, további orvosi műszerek beszerzésén, valamint önkéntesek és ápolók kiképzésén dolgoznak a jövőben, hogy a rászoruló gyermekek minden szükséges segítséget megkaphassanak. Folytatjuk utunkat, ez a mi küldetésünk. A díj tanúskodik arról, hogy valóban helyesen cselekszünk. A jeles esemény alkalmából Milos Vucevic újvidék polgármestere megemlítette mindazokat, akik nagyjátették a várost az évszázadok során. Elmondása szerint bizakodóan tekint a jövőbe, és nincsenek kétségei afelől, hogy Újvidék még nagyszerűbb településé válik az elkövetkező években. Célunk egyértelmű. Minden gyermekünknek azt kívánjuk, hogy saját jövőjére Újvidéken találjon rá. Tanuljanak, lássanak világot, de utána térjenek vissza városunkba. Azt kívánjuk nekik, hogy álmaikat Újvidéken valósítsák meg, ahogyan azt mi is tettük. Az alkalmi ünnepséget a Szerb Nemzeti Színház balett és operatársulatának előadása tette színesebbé. A nézők egy-egy jelenetet láthattak a Kaméliás Hölgy és a Faust című darabokból.